Nagy szeretettel köszöntjük a Gong FM hallgatóit és a nézőket podcast adásunkban. Ma Szabó Máriát, a Szabadszállási Általános Művelődési Központ igazgatóhelyettesét köszönhetem, illetve Dömötör Pásztohai Marian művelődés szervezőt, a Szabadszállási AMK József Attila közösségi házának a szakmai vezetőjét. Örülök, hogy itt vagytok a stúdiónkban, és az apropó pedig az, hogy Szabadszálláson lesz egy nagy művészeti rendezvény, a Szabadszállási Szabadság Szerelem. Jól mondom? Igen, igen, mi is köszöntünk mindenkit, köszönjük, hogy itt lehetünk. Valóban egy háromnapos fesztiválról van szó, amely június 2-a, 3-a és 4-én rendezünk meg. Mondhatom azt is, hogy ez egy összművészeti fesztivál lesz. Mit jelent ez, hogy összművészeti fesztivál? Hát tulajdonképpen minden művészeti ág, szinte minden művészeti ág jelen lesz ezen a fesztiválon, úgy, mint a tánc, úgy, mint a színművészet, úgy, mint a zenművészet és a képzőművészet. Milyen fellépőket hívtatok meg? Hát elég változatos a repertoár, nagyon színes lesz ez a fesztiválunk. Hívtunk meg amatőr színjátszókat, ez volt a legfontosabb, hogy a környező településeken és szabadszálláson élő amatőr színjátszókat láthassuk vendégül. És az egyik legfontosabb, akiket szeretnék kiemelni, azok a kecskeméti színjátszó műhelynek a fiatal tagjai, ugyanis végzős középiskolások fognak hozzánk jönni. A Büchner Leonsz és Lénájával, Sárosi Gábor vezetésével és rendezésével, aztán vendégünk lesznek a szabadszállási színjátszók, akik Petőfi életének a fontos momentumait öntötték egy kis zenés, verses, prózás műsorba, majd a Jakab-szállási kultúrműhely fog fellépni a színpadunkon az Óza nagy varázslóval. Gyerekekre is gondoltunk ugye ennek a darabbal, amikor, vagy ezzel a darabbal, amikor őket meghívtuk, és vasárnap pedig a Solcent Imrei Csunka színkör fog fellépni a Hullajó nyomozó című vígjátékukkal. A táncosokat szeretném kiemelni. Solymosi Tamás neve szabadszálláson ismert, nem tudom, Kecskeméten mennyire hallották. Ő 25 éve van a táncos szakmában, és Solymosi Tamás művész nevén Thomas Hilsom, esetleg, hogyha őt így jobban ismerik. Ő koreografált a Júlia táncával fog fellépni a társulatuk egy videomappinggel megtűzdelve, és élő zenével kísérve, ami egy nagyon-nagyon izgalmas táncprodukció lesz. Ez a pénteki napon, június 2-án lesz látható. Ez lesz a táncos része, viszont a Solymosi Tamásnak a társulata szombaton is debütál egy vizuális kiállítással, amit szombaton este 9-kor láthatnak az érdeklődők. Ott pedig Petőfihez kapcsolódó színterek fognak megjelenni a kiállítóteremben. Erről itt vágóképeket is láthatnak nézőink. Most ők látják, de a hallgatóknak pedig mondjuk el, hogy mitől különleges ez a installáció, mondhatom? Képzeld el, hogy meghívnak egy konferenciára. Belépsz egy hatalmas terembe, égnek a lámpák, és azt gondolod, hogy úristen, ez milyen unalmas helyre jöttem, mennyi időt kell itt eltölteni, mikor mehetek már haza. Ezzel ellentétben speciális fénytechnikával pedig bárhová oda tudod magad varázsolni. Mondjuk egy gyönyörű tavaszi rétre, ahol csicseregnek a madarak, virágokat láthatsz, vagy akár a csillagok közé is lehet bolygósétát tenni, vagy éppen visszautazhatunk az időbe, és ha már Petőfinél tartunk, akkor Petőfi kedvenc helyeire is elvezet minket ez a kiállítás. Ez engem is nagyon érdekelne. Vizuális élményünk is megvan már, látunk már táncprodukciókat. Lesz azért mulatság része
is a fesztiválnak? Természetesen az elmaradhatatlan a mulatság része is, hogyne. Több zenekart is meghívtunk. Elsősorban szintén egy kecskeméti csapatot szeretnék említeni, a Resti Kornél formációt. Megzenésített verseket fognak nekünk játszani. Lesznek benne természetesen Petőfi versek is, és az általuk szabadon választott egyéb kompozíciók, valamint egy kéttagú formációt is meghívtunk, ők szabadszállási kötődésűek, mind a ketten szabadszálláson éltek, igaz, sajnos onnan már elszármaztak, Budapesten laknak már, de szintén megzenésített verseket fognak előadni, egy gitár és egy énekhangra, a saját szerzeményeiket, ők is természetesen, és a szabadszálláson már nagyon jól ismert X-Bár együttes fog nekünk zenélni, majd egy kis borkóstolás, pálinka kóstolás közben, az ő zenéjük már nem fog szervesen kapcsolódni ehhez a rendezvényhez, ők a hangulatot fogják majd továbbra is fenntartani. Kicsit kulturálottunk, utána így van. Jött a szórakozás, így van, így van, így van. Pálinkázás. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen fesztivált szeretnétek létrehozni, és hát kinek a segítségével sikerült ezt megvalósítani, mert ahogy hallom a rengeteg programot, azért ez egy elég komoly munka, és elég komoly fesztivál lesz. Így van, elég hosszadalmas szervezés előzte meg, vagy illetve előzi meg majd ezt a hétvégi rendezvényt. A tavalyi évben jött ki a Nemzeti Kulturális Alapnál pályázat, Petőfi 200 ideiglenes kollégiumán belül, Petőfi kortárs művészetre kiírva, és ehhez csatlakozott, illetve erre adott be egy pályázatot a József Attila Közösségi Ház, amit hála Istennek a Nemzeti Kulturális Alap is támogatásra érdemesnek ítélt meg, és így ennek keretében szervezzük ezt tulajdonképpen. A pályázatot, amikor beadtuk, akkor három fő pillérre építettük. Egyrészt a Petőfi kultusz, illetve a Petőfi hagyományoknak a további ápolása. Szabadszállásnak volt korábban színjátszó, diák színjátszó csoportja, és ennek a hagyományait is szerettük volna egy kicsit így újraéleszteni, illetve fenntartani, valamint az amatőr művészeti csoportoknak, egyesületeknek szerettünk volna bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Igen, pont erre gondoltam, hogy a környékbeli fellépőknek, ahogy hallottam, biztosítotok lehetőséget, viszont van még fellépő esetleg, akiről nem beszéltünk, és úgy gondoljátok, hogy érdemes lenne? A Slam Poetry-ról még mindenképpen szeretnék beszélni, ami még abszolút ismeretlen szabadszálláson is. Sokan kérdezték is, hogy mi ez a műfaj, és lehet, hogy megköveznek érte a műfajnak a képviselői, de én mindig azt mondtam nekik, hogy olyan, mint a stand-up comedy, csak versbe öntve. Nyilvánvalóan ez enyhe túlzással. Ugye a stand-up comedy egy kicsit egy hosszabb és prózaibb műfaj, a slam poetry pedig versesebb. Igazából a slammelők a színpadon előadják a saját kis verseiket, a saját kis alkotásaikat, és ott a nézőtéren ülő emberek ezt pontozzák. Ugye egytől tízig terjedő skálán adnak pontokat, és nyilván az nyer, aki a legtöbb pontot kapja, és ez a slam poetry. Viszont kértem a Kemény Zsófi és a Simon Máton lesz a fellépünk, és kértem őket, hogy ők is valami Petőfis vonalat azért csempészenek be az előadásukba, amit azért nagyon szívesen vállaltak, és már alig várom, hogy hallhassuk és láthassuk őket. Természetesen ez mivel egy rövidebb műfaj, ezért beiktatunk egy író-olvasó találkozót is, az ő verses köteteikről, életpályájukról fogunk még velük beszélgetni. Slam, akkor ez gyakorlatilag ez a szórakoztatás része lehet? Igen, így van, így van, mint verselő, így van, így van. Ez is érdekesen hangzik.
bízunk benne, hogy a fellépő között, közül senkit sem felejtettünk el, de hogyha mégis, akkor ezúton elnézést kérünk tőlük, viszont a Facebookon lehet az eseményről további információkat megtudni, a Szabadszállási AMK Facebook oldalán. Mondjuk el még egyszer, hogy mikor lesz ez a fesztivál. Ez a fesztivál június 2-án, 3-án és 4-én, mind a három napon délután 3 órakor kezdődik. Szabadszálláson? Szabadszálláson, természetesen a József Attila közösségi házban. A rendezvény teljesen ingyenes, belépő nincs. Kedves hallgatók, kedves nézők, menjetek el szabadszállásra, nézzétek meg a Szabadszállási Szabadságszerelem Fesztivált, egy kicsi kultúra, egy kicsi szórakozás, és jó hangulat vár benneteket ott. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Sok sikert kívánunk a fesztiválhoz. Köszönjük.